Hölgyek és urak, sziasztok! Itt Amur és a Minecraft Survival kezdőknek sorozat 48. része. Ezt az utolsó részben készítettük, ezt a lávába köpködős szemetest. Ebben a részben tervezek egy speciális lámpát, amit lefel tudtok kapcsolni, egy ilyen utcai lámpaszerűt. De illatszenzor is lesz rajta, de ti is tetszőlegesen tudjátok kapcsolni, illetve még egy térképtük jutott a fülembe, amit szintén megosztok. Tehát volt azt, hogy egy térképet felraktok egy képkereten bárhol, és akkor az látszani fog a térképen. A másik pedig egy banner, amit hogyha elneveztek, és rakjátok bárhol, az szintén látszik a térképen, az elnevezett banner. Ülőn kell elnevezni valaminek, például otthon, vagy home, vagy falu, vagy bánya, vagy akármi. Banner pattern, floor change. Megmondom őszintén, hogy bannert az életben nem csináltam még. Itt vannak white banner, black banner, stb. Tehát wool kell hozzá, illetve egy stick. Na nézzük, hova raktam a wool-okat. Már csak azért is, mert ezt tényleg ki akarom próbálni. Nem itt van wool. Itt van wool. Nem itt van wool. Ó, kerek 11 óra. Jó. Akkor ez tényleg egy ilyen 20 perc körüli epizód lesz, csak itt vannak wool-ok. De nekem 4 egyforma wool kell, vagy hogy van? Igen, 4. Oké. Valamint 6 akartam volt mondani. Hol találtuk? Öt, hat. Jó. Oké, tehát ez a banner. És akkor azt elnevezzük. Mondjuk mobcsapdának. És kirakjuk oda a mobcsapdához. Annyi a trükkben, ha jól emlékszem, hogy rá kell kattintani a térképpel. Na, ide lerakjuk. És megjelenik tényleg rajta, látjátok. Ez nagyon állat. Ahogy né, ott van lent, hogy mobcsapda. Teljesen működőképes. Annyi, hogy átfedi a másikat, de akkor. Hát ez nagyon korrekt. Ez az eddig a legjobb map jelölő. Ez teljesen ott van. Igen, ott látjátok, map csapda. Tehát itt most már nem csak arról van szó, mint a képkeretes verziónál, hogy látszik egy zöld kütyű, kis nyíl, hanem konkrétan egy zászló aláírva, hogy mi van ott. Ez már szinte módos megoldás, ez nagyon korrekt, úgyhogy szerintem a videó apropója abszolút ez. Mutattunk egy Minecraft trükköt. Nem tudom, úgy forgattam, hogy az legyen alul. Pedig hát ez úgy van. Így.
így pont nem látszik, kit akarja másik. Na mindegy, mert nagyon közel vannak egymáshoz. Nem látszik így a felirat. A játékelem ott már látszik, mert kilóg belőle alulra a felirat. De tök praktikus. Na, ez egy jó cucc. És akkor ígértem egy lámpát. Azt kell csinálnunk egy Ruston lámpot, amihez kell nekünk glowstone dust. Én úgy emlékszem, hogy redstone is. És azt mondja, hogy melyik is ez a... Itt van a daylight szenzor vagy detektor, ez is kell majd nekünk a tetejére. 3 üveg, 3 nether quartz és 3 slab. Ezt már megtaláltuk. És a redstone lamp, nem tudom fejből a receptjét, én mindig ilyen keresgélős voltam. És brewing standot se csináltunk még, patikat. Közben utána néztem ezen a piglines kereskedésnek, amit itt tartok a ez egyik kommentbe, a bármilyen arany cuccot dobtok elé, jó az ilyen elkapott chestplate is, akkor is dob valamit. Teljesen véletlenszerűen, potika, teszt, azt, amaz, tehát, és például tűzálló potika elejéig nagy eséllyel dobban eterbe, ami hasznos lehet. Úgyhogy ezt a piglines kereskedést is ki fogjuk valamikor próbálni, de most egy redstone lámpot akarok találni. És miért nem találok? Mi hiányzik nekem hozzá, hogy nem hozza fel, de a notebooktól kezdve mindent felhoz, csak a redstone lámpot nem. De van egy sejtésem, hogy glowstone blokkom nem volt még. Csak glowstone dustom. És az pedig kell hozzá, ha csak nem ebbe a kategóriába rakták, de van. Ja, hogy igen, tehát azt tudok raftolni, csak még nem tettem. Aha, new receipt unlocked, és ott van a redstone lámpa. Jó. Itt van. Uh-huh. Jó. Igen, csak egyel több dust kell hozzá. Mármint redstone dust. Így. Oké. Kell hozzá kerítés. Kőkerítés még hozzá. Ebből pont nem tudom, mert 6 kell. Mert hogy ezzel jobban néz ki. De ezzel nem múlik, mert csinálunk még 2-t. Illetve 2-t nem tudunk, 4-et tudunk. És akkor így lesz kerítésünk. Oké. Okay. Ide rakhatjuk, de igazából nincs lehetősége. És ami még kell nekünk, azok ilyen trapdoorok, de nem birchből kellene csinálni, mert az csúf. Nincs rendes tölgyünk. Oak planksből ez az egy van. Nem tudom, ez miért ad. Milyen trapdoort ad. De mindjárt kitaláljuk. Azt mondja, hogy... Spruce tabből. Nem szép. Illetve... A legnagyobb probléma vele az, hogy nem látszik át. Hát ez nem tudom, ezen átvilágít-e. Na mindegy, a funkció tekintetében kipróbálhatjuk, hogy működik-e. Aztán majd lesz okunk. Ezt már átalakítom. Sticky. Ha lesz okunk, akkor ma megcsináljuk azzal. Pont sötét van, ki tudjuk próbálni egy jó kis helyen. Majd ide rakhatunk egy ilyet.
hogy föld nincs nálunk, ez egy kicsit nehezebb felépíteni, illetve visszabondani majd, és akkor a tetejére kell rakni ezt a redstone lámpot. Aj, daylight szenzort nem csináltunk. Hát elméletileg így is kéne működni. Shift-klikkel csinálom. És ha a daylight szenzor rajta van, akkor így kapcsolhatóvá válik a lámpa. Ugye ezt a daylight szenzort azt csináljuk meg, mert ezek szerint az a lelke a dolognak, kell három üveg, ugye azt mondtam, nem négy, három. Nether quartzból is kell három, és megint négyet rakok, és három slab az aljára. Itt van-e egyetlen slabünk van. Csináljunk ebből a pírsből. És az hatot ad, nehogy pont annyi legyen, amennyi kell. És akkor ez a daylight szenzor, illetve detektor egész pontosan. Na. Nekem valami nem működik. Létezik, hogy minden oldalra kell rakni olyan ajtót. Csak kíváncsiságból, mert ugye már az lenne a lényeg az egésznek, hogy szép legyen. Mert azt tudom, hogyha redstone lampnak jelet adok, redstone jelet, akkor az fel fog kapcsolni. Igen. Tehát ez így működik. Jaj, de hogy ha daylight szenzor, akkor az akkor ad jelet majd, hogyha nappal lesz. Ezt próbáljuk már ki, hogy másik két oldalra is rakunk, mert a videó, amiben láttam, ott mind a négyen volt trapdoor. Nem értem a logikáját, hogy miért kell mind a négy oldalra, de... I do not want that. Ezt fordítva raktuk fel. Persze, hogy nem a baltával csináljuk. Tehát az felső végre... Hogy kerülök mindig oda? Egyel arrébb, ez egyszerűen hihetetlen. Tehát felső végére kat le. Felső végére kat le. Na. Mert az lett volna a lényege. Mondjuk azt mondjuk megcsinálhatjuk. Csak így meg nem működik. Kerítésre engedi rárakni. Az úgy még nem is lehetne rossz. De természetesen azt... No. Mert a daylight szenzor helyére mondjuk odarakjuk felőre, az nem tudom, hogy mutat. Tehát, hogy valami kompakt megoldás legyen a kapcsolhatóságban, csak igen. Tehát azzal meg az a gáz, hogy na, most lentről a bánatba kapcsolgassam, hogy a tetején van a kapcsoló. Nem értitek, mi a problémám. Ahol nem enged rakni. Wow. Ja, értem.
Ha a daylight szenzort működésbe hozom, és akkor ezt most én kattintok rá, vagy aha. Viszont nem válik ettől kapcsolhatóvá. Ez a trapdoor, ez igazán mutat jól rajta. Csak ide, azt hittem, hogy az adja a funkcióját, hogy kapcsolhatóvá válik. De lehet, hogy nem mindegy, hogy hogy rakjuk ezt a trapdoort. Nem fog élet adni a daylight szenzornak. Aha. Egyébként értem. Most már értem. Tehát mi kapcsoljuk? Semmi köze a trapdoor. Tehát én abszolút félreértettem az egész dolgot. A trapdoornak semmi köze hozzá. Annyi van. Hogy felnyitjuk. Nem érjük el. Ez érdekes. Tehát igazából a trapdoor az gáz rajta. Tehát leszedem a trapdoort. Az előbb be tudtam kapcsolni. Kezd egyre furibb lenni. Ez van, amikor más videóstól veszek át dolgot. Amit én találok én, mint például amikor ez a szemetes, akkor az úgy el vagyok. Jó, hát csináltam már jó pár dolgot, amit nem én találtam ki. Aha. Így működik, mint hogy most annyira nem is látszik. De a videóban úgy csinálta a srác, hogy felnyitotta, lecsukta és akkor azzal kapcsolta. Aha. Ha nincs semmi a kezedbe, akkor kell oda kattintani. De a daylight szenzorra kell kattintani. És akkor lesz kapcsolható. Így. Hát igazából ez a trapdoor ez nem mutat jól rajta. Tehát ezt nyugodtan leszedhetjük. És mivel itt nincs klímaválság a Minecraft-ba, nyugodtan éghet ilyenkor is. De ha úgy gondoljátok, akkor le lehet kapcsolni. De ma itt vagyunk, akkor leszedjük a tököt, a dinnyét. És nem ültettem vissza krumplit. Majd kis nádunk is. Lekaptassuk a fejszét, ezt trapdoorral is megoldjuk. Jó. Oké, igazából két dologról is beszéltem ebben a videóban, ami kifejezetten hasznos lehet. Az egyik egy daylight szenzorral kapcsolható lámpa. A másik pedig egy újabb térkép trükk. És a videó pedig közel 20 percet tart. Nem tudom, hogy legutóbb megmutattam a Nether Vasút projektet, hogy hogy áll. Annyit csináltam azóta, hogy elég sosint leraktam már. Azt hiszem, szinte végigér a Nether elődig. Jó, gyorsan akarom csinálni, és akkor pikpak oda lehet majd érni. Itt elég sokat... Na. Ó, ez adott három szintet, ez korrekt. És nézzétek, mennyi van már.
Wow. Hú, ez komoly. Na itt már kezd mennyiség lenni. Ez már így jó, az így korrekt. Igen, mert amíg fenn voltam és XP-t farmoltam, igen, ezt akartam még megmutatni. Feltelepítettem, mert azért nem láttátok a... Na itt viszont ez lassú. Vagy dumálok addig, hogy videó hosszát növeljem, vagy egyszerűen csak fogom és nyomok egy pauzt. Lehet az lesz, mert ez tényleg nagyon magasan van. F10. Nem kéne leesni mondjuk, azt nagyon nem preferálnám. És megérkeztünk. Itt vagyunk fent, feltelepítettük az enchantable-t, mindenestül hoztunk fel egy másik üllőt is, hogyha egybe akarunk craftolni cuccokat, itt van bőven alapanyag könyvet craftolni, ide már pakoltam ki cuccokat innen, mert iszonyat zsúfolt, és akkor ezeknek a megsemmisítése egy a kukába egy kat, illetve hát a bőrt érdemes, az aranyból ugye ki lehet meg a fémekből egy-egy droppot nyerni. És akkor ide meg hova? Elkezdtem az enchantokat gyűjteni. Egy Power 4-es sikerült összeszedni, Looting 2-est, abból lesz le már Looting 3-ast. Van Looting 3-as. Azt szerintem tuti van. Bizony. Ez nagyon komoly cucc. Azt mondjuk rárakhatjuk majd arra a kardra, amivel a Witherskelliget fogjuk farmolni. Azt hiszem a Looting 3 meg a Smite 4 az nem üti egymást, és az úgy egész jó lesz. Ezt a kardot ezt nem akarom koptatni. Fire Aspect 2 Sharpness 4 az nagyon jól sikerült. Viszont tudunk csinálni egy jó kis fakardot, és akkor azzal aprítjuk ezeket a sok jó népet. Ez a konstrukcióban az nem tetszik egyébként, hogy ha messzebb megyek, vagy itt állok, akkor megláthatom Creeper. Illetve néha ott marad egy-egy XP gyöngy, és akkor ide kell menni, és akkor így szedi fel. De tök jó itt ez az egész. Mindig elgyönyörködök itt. Pókok ritkán élik túl az esést. Úgyhogy a pókos drop az elég kevés van. Na. Talán nekem ez mindig tetszik. Innen lenézni. Házat azt még nem fejeztük be. Elkezdtem bevetni a környéket búzával, mert az úgy ez az aranysárga szint messziről és fentről is egész jól mutat. Meg egyre több tehén van, úgyhogy szükségem van. A kardodnak ugyebár van a OE sebzése, ahogy szokták mondani RPG-kbe, tehát terület sebzése. És azért jó, még ha csak egy kőkard is, mert simán kézzel is le lehet ütögetni őket, mert annyira kevés HP-juk marad. Általában egyet, maximum kettőt kell rájuk ütni, és akkor végigütetem, kett feltétlenül, hogy egy Stone Sword mennyibe kerül, két koble meg egy stick, tehát semmi. És kényelmesebbé teszi, amit sokan összegyűlnek. Na jó, ezzel viszont nem akarok untatni benneteket, hogy XP-t farmolok. Ezt akartam igazából megmutatni, hogy ide már feltelepettem. És akkor nem kell leszaladgálni, hogyha elérem a 30, 31, 32-es szintet, hanem itt helyben el is használom. Méghozzá úgy, hogy ide jövök.
Akarok majd csinálni, az egy nagyon hasznos dolognak tartom. Hol bánatba raktam el a könyveket, meg a... Lehet, hogy levittem magammal, is ott maradt. Nem hiszem, hogy elhasználtam volna az összes könyvet. Na mindegy. Ezekből mi vihetünk le a kukába, mert csak a helyet fogja, akár csak ezek a bőrcuccok, ebből tényleg nem tudunk semmit visszanyerni. Töltsük fel szépen a dolgokat szeméttel. Így. Egy glowstone dust. Na, ezeket meg itt leütöm. Ha ide láng, akkor onnan is ide jön az XP. Na, a 17-es szint. Jó. Egész jó. És akkor ezzel tényleg búcsúzom. 20 perc felé mentünk javába. Beszéltünk egy újabb térképtükről, egy kapcsolható utcai lámpáról, és ennyi igazából. Úgyhogy tetszett a videó, dobjatok lájkot, iratkozzatok fel, tartsatok velem a következő epizódban is, vagy ha még nem láttátok a korábbi részeket, akkor nézzétek meg azt is, kommenteljetek, akár tippeket, akár kérdésekről van szó, szívesen várom, minden kommentre reagálok, megígérem. És támogassatok szuper köszönettel, hogyha van hozzá affinitásotok, és úgy érzitek, hogy megér nektek annyit a befektetett időm. Most már tényleg búcsúzom, jó játékot mindenkinek, sziasztok, Kambur voltam.